Boldizsár Ildikó közel 60 könyv szerzője, 2000 tanítványának adta már át a mesék titkait. Gyerekkorában nem meséltek neki, az ELTE magyar szakos egyetemi hallgatójaként fedezte fel azokat. 1996-ban kezdett el meseterapeutaként dolgozni, kórházakba járt mesét mondani, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Az ottani tapasztalatok segítették gyógyító munkájában. 15 év elméleti kutatás után fordult a mesék gyakorlati alkalmazása felé, és újabb 10 év tapasztalatai alapján dolgozta ki a meseterápiás módszert. 2010-ben írta a Meseterápia című könyvét, amely leginkább a kórházakban, nevelési tanácsadókban dolgozó szakembereket segíti. Mire a terepmunkából, a gyakorlatból, a kórházi ágyak mellől eljutottam odáig, hogy tanítható, megfogalmazható, rendszerű, összeálló módszer lett, azért az valóban 30 év volt, és nem volt arra időm, hogy ezeken annyira csodálkozzam, tettem a dolgom, és láttam, hogy a mesék valóban képesek segíteni abban, hogy valaki megtalálja saját magában a rendet, és amikor megtalálta, akkor a külső világát is ennek alapján tudja rendezni. A terapeuta beszélt a mesék fontosságáról, arról, hogy a népmesék képekben fogalmaznak, és azt is elmondta, hogy hazánkban virágzik a mesekultúra, sokan szeretnék megtanulni a mesével gyógyítás módszerét. Most már 2000 tanítványról tudom elmondani, hogy megtanulta a módszert, használja akár rendelőkben, akár iskolákban, óvodákban, egyetemi katedrákon, tehát hogy tényleg nagyon sok tanítványom van, és nagyon sokan várják azt, hogy megtanulhassák. Nem csinálok belőle ilyen heti rendszerességgel induló tanfolyamokat, úgyhogy nem azért ilyen nagy a lista, mert nem dolgoznék, hanem azért, mert hogy annak, hogy egy tanfolyam, egy 120 órás tanfolyam a végére érjen, az legalább egy másfél év, és másfél év alatt viszek végig 24-30 embert egy ilyen folyamaton. Boldizsár Ildikó nagy kedvencei a belső ázsiai népek meséi. Gyűjtött már meséket Kazaksztánban és Üzbegisztánban is, tavasszal Grúziába készül. A szakember reméli, hogy 2022. márciusában több éves terve valósulhat meg, megjelenik majd a Mese című folyóirat, ami lehetőséget ad a szakembereknek a publikálásra.